Abba, atyám, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Isten fia vért izzadva imádkozik. Egyedül, miközben az apostolok alszanak. Szent Márk evangéliuma szerint Jézus háromszor megy oda hozzuk, hogy felébressze őket. Eredménytelenül. Csak a Jézus elfogására érkező csapat bírja cselekvésre őket, erre mindenki magára hagyta és elmenekült. Pedig pár órával előtte még fogadkoztak, ha meg is kell veled halnunk, akkor sem tagadunk meg. Most a vészhelyzet mindannyiunkat a Jézussal való virrasztásra serkent. Hová is menekülhetnénk el? Rá kellene ébrednünk végességünkre, hogy a tudomány sem képes mindenkit megmenteni. Nem szabad az egészséget és az üdvösséget összekeverni. Életem valóban az enyém? Aggodalmaskodásával ugyan ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is, kérdezi Jézus. A koronavírustól bárnyékolt nagy csütörtökünkön csak azt tud túljutni, aki kitart Jézus mellett, aki bízik az Istenben. Nem a valamilyen készen kapott csodában, hanem Istenben, aki elegendő eszközt ad nekünk a bajaink elleni harcban, aki támaszt ad nekünk, csak észre kell vennünk.